Június 25-én a Múzeumok éjszakája a rendezvénysorozat keretében a Nagykunsági Vert csipke címmel időszaki kiállítás nyílt meg a Kispál Múzeumban. A rendezvénynek része volt a Harmónia Kamarakórus hangversenye és csipkekészítő bemutató is. Nem először találkozunk már a Kispál Múzeum kiállításain, rendezvényein csipkékkel és csipkekészítőkkel, de mindig ámulatba ejtik a látogatókat a bemutatott kézimunkák. Egy-egy ilyen remek művet érdemes úgy nézegetni, mintha egy festményt látnánk, ahol az első benyomás után a kíváncsi ember igyekszik megismerkedni a részletekkel is. A csipkének, mint kézimunkának a megismerése is hasonló módon történhet. Megnézzük messziről a formát, a minták szimmetriáját, majd közelebbről azt, hogyan fonódtak, kapcsolódtak össze a finom fonalak ezer és ezer kézmozdulat eredményeképpen. Valójában minden úgynevezett kézi munkának ez az alapja. Legyen az horgolás, kötés, foltvarrás vagy szőnyegszövés, valamiféle harmóniában össze kell fűzni a szálakat, az anyagokat, a fonalakat. Mindehez a készítő, az alkotó, aprólékos, végtelen türelemmel megáldott munkája szükséges. Van még egy közös jellemzője ezeknek a kézi munkáknak. Bár az anyag, a technika, a módszer nagyon régi és nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, a forma, az ábra, az koronként meg tud újulni, modernizálódik, illeszkedik az éppen aktuális divathoz, ízléshez. A megnyitó vendégeit dr. Vadász István, a Kispál Múzeum igazgatója köszöntötte. Kedves közönség, szeretettel köszöntöm a mai alkalommal megjelent vendégeinket. Ez a Múzeumok éjszakája című rendezvény lenne, de ahogy azt már megszokhatták Tiszafüreden, nem fog az éjszakába nyúlni, valószínű a hátrányos helyzetnek az egyik következménye lehet ez. Technika és egyéb okok miatt nem tudjuk vállalni. Így aztán a Múzeumok éjszakájából mi múzeumok délutánját, vagy múzeumok estéjét szoktuk rendezni. Így teszünk a mai napon is. Röviden ismertette a rendezvény programját, majd átadta a helyet a Harmónia Kamarakórusnak. A hangulatos félórás hangverseny műsorát a nyár és a Tisza témaköréből válogatták. Deák Rózának, a kórus vezetőjének sikerült dalra fakasztani a jelenlévőket is egy több szólamú, vidám dalocska előadásával. Nyár van, nyárak a kók szólnak, nyár van, ezt így tudom. A kók szólnak, jön a fába, jön a szól, a bink a szukmanál, nyár van, nyárak a kók. Kiállítás megnyitójában Vadász István a csipkekészítés történetéről beszélt, amely Magyarországon 1910-ben a csipketelepek felállításával, majd iskolák, tanfolyamok beindításával kezdődött. A nagykunsági vert csipke jellegzetessége, hogy a kun népi motivumok beilleszkedtek a csipkeverés hagyományos formái közé. Vadász István egy összefoglalót készített Fejesné Koppány Gabriella csipkekészítő népi iparművész Emlékek a csipkeverés nagykunsági történetéből című könyvéből, amely a 20. század első évtizedeitől a mai napig dolgozza fel a térség csipkekészítésének történetét.
A kiállítás a legelső korszak bemutatásával kezdődik az első teremben, György Gergely és feleségének emlékezetét idézik, akiknek leszármazottai a mai napig 4 nemzedéken át ápolják a csipkeverés hagyományait. A Kunmadarasi György házaspár a termékeket vásárokon értékesítette, ahol maguk gyűjtötték a megrendeléseket is. Az időszaki kiállításnak helyet adó második teremben Fejesné Koppány Gabriella alkotásait láthatjuk, aki egy betegséget követő rehabilitációban ismerkedett meg a csipke készítéssel. 2004-től zsűrésztette az elkészült munkákat, majd 2009-ben csipke készítő népi iparművész címet szerzett. Kezdetben szakrális és történelmi témájú fali képeket, majd népművészeti ihletésű vert csipkéket készített. A Dériné Kulturális Központ kezdeményezésére 2011-ben egy csipkeverő szakkör kezdte meg működését Karcagon, ennek vezetésére Fejesné Koppány Gabriellát kérték meg. A csoport 2013 óta Kunrózsa Csipkekör néven működik, 9-10 taggal. 2012 és 2014 között gyűjtést végeztek, hogy felkutassák a vert csipke nagykunsági előzményeit és a mintakincs helyileg jellemző változatait. A csipkekör tagjai a kiállításra apróbb dísztárgyakat, ruházati kiegészítőket, asztalterítőket hoztak. A rendezvény vert csipke készítésének bemutatójával folytatódott, ahol a csoport több tagja ismertette meg a munkafolyamatokat, illetve hívta a látogatókat, hogy próbálják ki, hogyan készül a nagykunsági vert csipke. A kiállítás október 9-ig tekinthető meg a Kispál Múzeumban.